Mi a japán autógyártók nagy titka, és mi az, amit tanulhatunk belőle? Ezt fogjuk ma megnézni, úgyhogy üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Hétfő lévén beszélünk ma is az autókról, pontosan az abból levonható sikervitamin tanulságokról. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi volt az a Henry Ford futószalagon való autógyártás után a második igazi nagy forradalom az autóiparban, méghozzá ez a japánoknál volt a 80-as, 90-es években, és ezt a lean módszernak nevezzük, magyarul karcsosított, egyszerűsített termelés. Ennek sok eleme volt, ehhez kapcsolat nyilván a valós idejű alkatrész beszállítás, ami azt jelentett, hogy minimális készletre volt szükség, és sok más dolog volt benne, de volt egy nagyon érdekes, a lean és a scrum, ami ugye főleg az informatikában, de ugyanehhez a logikához tartozóan bevezetésre került. Az egyik fontos eleme az volt, hogy amikor a futószalagon gyártották az autókat, akkor megállíthatta bármelyik munkatárs, ha hibát észlelt, az egész gyártósort. És Németországban ez másképp van, Amerikában is szerintem másképp volt, ma már nem biztos, hogy így van, sőt, legtöbb esetben nem így van, ami azt jelenti, hogy az elsődlegesen fontos az volt, hogy ne álljon meg a sor. Ha valami hiba volt, akkor ezt a végén, a gyártósor végén kiavították, erre volt egy külön, vagy van egy külön részleg, aki ezt megcsinálja, és az összes ilyen hibás alkatrész, vagy autón lévő hibát kiavították. A japánok azt mondták ebben a lean technikában, lean logikában, hogy állítsuk meg a szalagot azonnal, javítsuk ki a hibát, esetleg többen oda tudtak jönni, segíteni, kijavítani azt a hibás beszerelést, vagy azt a hibás valamilyen alkatrészt, vagy szerszámot, vagy akár emberi hibát, hogy javítsák ki, menjenek le a gyökeréhez, a problémához, és ne utólag javítgassák, ne utólag kelljen megszervizelni, úgymond. Tehát ez egy érdekes logika volt, amely később kiderült egyébként, hogyha megnézzük, hogy hány óra alatt készül el egy autó egy japán, illetve nyugati autógyárba, akkor a fele, kétharmada annyi időre van csak szükség a japánoknak, tehát magyarul az élő munka, ami ugye benne van a szalagon, és a szalagon haladva dolgoznak rajta, az jóval kevesebb azért, mert sokkal előbb felfedeznek egy hibát, és a végén, ugye a német autógyárnak a szalagján is ugyanolyan gyorsan végigmegy az autó természetesen, de sokkal több órát szánnak rá, és kell rá szánniuk a hiba kijavításokra a szalagról lekerülő autók esetén. És ez egy nagyon érdekes gondolkodás, hogyha belegondolsz, hogy ez a te cégedben hogyan működik, vagy van-e ilyen? Jó, tudom, hogy te nem egy nagy autógyárba és nem szalagon dolgozol, de lehet, hogy vannak értékesítőid, lehet, hogy vannak raktárosok, lehet, hogy van egy probléma, amit látsz, de nem figyelsz eléggé oda rá, nem javítod ki egyből, nem mész le a gyökeréhez, az okához, és ezért torlódnak ezek a problémák, egyre több lesz belőle, ahelyett, hogy a legelső ilyen hibánál, vagy problémánál, ami felmerült, megállítanád az egészet, mindenkit kvázi oda gyűjtenék köré, a probléma körül, együtt megoldanátok, és onnantól kezdve nem lenne több hibás termék. Ez egy olyan logikát jelent a te cégedben, ha nem is ilyen nagy autógyára gondolunk, hogy például vannak folyamatok, ahol minden egyes alkalommal mondjuk továbbadtok egy ügyfelet, vagy egy munkalapon, vagy bármi módon továbbadásra kerül, és mondjuk lemaradnak róla adatok, vagy nem megy tovább, vagy túl későn. Tehát vannak technológiai folyamatbeli problémák. Ilyenkor érdemes ezt kijavítani, fókuszáltan foglalkozni a problémával, és a gyökeréig lemenni, hogy ki az a munkatárs, vagy mi az a logikai hiba, ami benne van a rendszerben, és azt kijavítani. És ha újra jön, akkor újra foglalkozni vele, tehát addig nem engedni, amíg nincs kijavítva a hiba. És ennek eredményeképpen sokkal több elégedett ügyfél lesz, és a belső feszültségek csökkennek. Szóval nem tudom, hogy nálad előfordult-e ilyen, sőt, lehet, hogy te magad egyedül vagy, lehet, hogy te neked van valamilyen hiba mondjuk a szoftveredben, és hát most nincs idő foglalkozni vele, hibásan állítjuk a számlákat, majd minden egyes számla megírásán, hogy a végén még egyszer belemegyünk, és korrigáljuk a végösszeget,
és nem szánunk rá időt, hogy kijavítsuk, vagy bármás termelésbeli hasonló probléma lehet. Ugye az a kérdésem, hogy oszd meg velünk, hogy volt-e ilyen eset a te cégedben, és te hogyan látod, melyik a jobb? Mert a tisztán számok alapján és a költségek alapján nagyon látható, hogy a Toyota például közel kettőször annyi, vagy ugyanannyi autót állít elő, de fel annyi emberre, tehát kettőször olyan hatékony az élő munkát tekintve, mint mondjuk egy Volkswagen vagy egy nyugati autógyár. Nézd meg, hogy ez a te cégednél hogyan történhet meg. Nézd meg azt például, és ez elég gyakori dolog, egyik partnerünkkel a Mastermindben sokat beszélgettünk erről, hogy a rendszerben lévő hibák miatt elég sok reklamáció van, és azt mindig a főnöknek dobják föl. Lehet, hogy meg kéne állítani, még hogyha ez veszteségekkel is jár, a rendszert, és lemenni a gyökeréhez, és kijavítani a hibát, hogy ne kerüljön ki több selejt, vagy több selejtes, rossz minőségű szolgáltatás a cégedből. Úgyhogy ez a mai gondolat. Nagyon érdekes, hogy a japánok ezt, és a Dudenhofer is a könyvében, akiről ugye múlt héten beszéltem, ezt egy új forradalomnak tekintették a Ford gyártási technológia után, hiszen ez lett az, ami jelentősen meg tudta növelni a hatékonyságot, és ennek lett az az eredménye, hogy a Toyota kimondva, kimondatlanul, de a 80-as, 90-es években a minőség világbajnoka lett, a legjobb minőségű autókat gyártották, és a legkevesebb hiba vagy visszahívás volt. Igaz, utána történtek gondok, főleg egy légzsákkal és más egyéb dolgokkal, de ott a beszállítóktól származott a probléma, és érdekes volt, hogy ott egy másik gátja volt a japánoknak, például az, hogy egy nagyon erős, hierarchikus, felülről építkező rendszerről van szó, és egy hibát észleltek, akkor nem mertek szólni a főnöknek. Nagyon érdekes, hogy emiatt sokáig például egyes problémák nagyon hosszú élettartammal működtek a Lean technológia, vagy a Lean gondolkodás ellenére. Úgyhogy kíváncsiak a véleményedre, oszd meg velünk, kíváncsiak, hogy mit gondolsz erről, vagy tudsz-e a Lean technológiából bármit is alkalmazni, hiszen időről időre, főleg a Scrum, ami a testvére, ikertestvére szinte, arról fogok én is beszélni, hiszen ebben készítek tananyagokat, és ez az, ami azt gondolom, hogy minden kisvállalkozó számára is hasznos lehet. Úgyhogy sok sikert várom a hozzászólásod, ciao!